A szerdai Rámstein formátumú találkozón a szövetséges államok Ukrajna katonai támogatásáról tárgyaltak, ami most különösen fontos, mert az orosz agresszió közeledik ahhoz a pillanathoz, amikor megtörhet. Jelentette ki Volodymyr Zelenszky elnök szerdesti videó üzenetében. Az ukrán elnök az állam és a védelmük gyümölcsöző nemzetközi napjának nevezte a szerdai napot, hiszen a 10. Rámstein ülésen az Ukrán elnök szánt lőszerek, harckocsik és az ukrán légtérvédelme is szóba került, ami azért fontos, mert meglátása szerint az orosz előrenyomulás hamarosan megtörhet. Zelenski továbbá hangsúlyozta, nincs olyan terrorista, aki a szabad világgal való konfrontációban növelhetné potenciáját, ez alól Oroszország sem kivétel. Kijelentette, hogy fokozni kell a politikai és jogi nyomásgyakorlást Oroszországgal szemben. Az államfő szerint minél nagyobb a nyomás, annál gyorsabban fog haladni Ukrajna területi integritása és a nemzetközi jogrend helyreállítása. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt partnereink is érezzék. Ezt az igényt továbbra is szorgalmazzuk. Lépésről lépésre szüntelenül meg kell semmisíteni a megszállót. Hangsúlyozta Volodymyr Zelensky. Az orosz fegyveres erők szerden ismét tüzet nyitottak a kelet-ukrajnai Harkiv városának polgári létesítményeire, közölte Oleg Szinyehubov, Harkiv megyei kormányzó. Az orosz lövedékek megrongáltak egy bentlakásos iskolát és egy lakóházat is. Azon a környéken, amelyet tűz alá vettek az oroszok, nincs semmilyen katonai létesítmény, hangsúlyozta a kormányzó. Személyi sérülésről az ukrán hatóságok nem számoltak be. Pavlo Kirillenko, Donetsk megye kormányzója szerdán arról számolt be, hogy az agresszor orosz erők nem hagynak fel a régió ágyúzásával, aminek következtében egy helyi lakos életét vesztette Kramatorskban, és 16-an sérültek meg a megyek különböző településein. Az ukrán biztonsági szolgálat megerősítette, hogy Zaporizsa megyében az orosz megszállás alá került Melitopol városban ismeretlenek felrobbantották egy oroszokkal együttműködő hivatalnok autóját, a férfi belehalt a sérüléseibe. Az ukrán 93-as gépesített dandár arról számolt be, hogy lelőttek egy Su-24-es orosz vadászbombázó repülőgépet a Donetsk megyei bakmutnál. Az ukrán vezérkar helyzet jelentése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége meghaladta a 161 ezret. Csak szerdán 980 orosz katona esett el a harcokban. Az ukrán erők egy nap alatt megsemmisítettek egyebek mellett 8 orosz harckocsit, 9 tüzérségi rendszert és 12 drónt is. Oroszországnak fogynak a lehetőségei, egyre nehezebben tudják fenntartani az Ukrajna elleni háború intenzitását, közölte Lloyd Austin, amerikai védelmi miniszter. Az amerikai miniszter az Ukrajna támogató országot összefogó Rámstein csoport videokonferenciáján beszélt erről. Lloyd Austin kiemelte, Oroszország most abban bízik, hogy Ukrajnának fogynak az erőforrásai, de eközben ők maguk is Irán és Észak-Korea támogatására szorulnak, valamint a második világháborúban használt haditechnikai eszközöket is elő kellett venniük a raktárakból. Vladimir Putyin orosz elnök még mindig abban is bízik, hogy a nyugat felhagy Ukrajna támogatásával, de ez nem történhet meg, amit az utóbbi egy év is bebizonyított, hangsúlyozta az amerikai védelmi miniszter. A Kiev által kért lőszereket azonnal el kell jutatni Ukrajnába, ezzel párhuzamosan meg kell növelni az európai gyártási kapacitásokat, jelentette ki Mayred McGuinness az Európai Bizottság pénzügyi stabilitásáért felelős biztosa Strasbourgban. A politikus az Ukrajnába történő fegyver és lőszerszállítás felgyorsításáról folytatott vitán elmondta, az Unió elkötelezett, hogy további jelentős katonai fegyverzettel támogassa Ukrajnát. Kiev legutóbb 150 mm-es lőszerek mi szállítását kért az Uniótól. Az ipari termelést nem gyorsítjuk fel, nem tudunk szállítani, és nem tudjuk biztosítani azt sem, hogy szerződéses kötelezettségeinknek elegettéve, feltöltve maradjanak a készleteink, figyelmeztetett a pénzügyi stabilitásért felelős biztos. A politikus kiemelte, 15 tagállamban, 15 olyan gyártó van, amely képes teljesíteni az ukrajnai lőszerigényt, kapacitásuk azonban szűkös. Az Európai bizonyos Bizottság a gyártási kapacitás növelése érdekében kész módosítani az uniós költségvetést. Az Egyesült Államok arra összpontosít, hogy segítse Ukrajnát a tavaszi ellentámadásra való felkészülésben, amely már májusban megkezdődhet, írt a csütörtökön a Politikú című amerikai kiadvány. Az amerikai lap emlékeztet arra, hogy több száz nyugati harckocsi és páncélozott jármű, lövedékek, hidak építésére szolgáló speciális felszerelések tartanak Ukrajna felé. Emellett az ukrán fegyveres erők 600 katonája éppen most fejezte be az 5 hetes kiképzést, melynek során lövészeti, elsősegélynyújtási készségüket fejlesztették, valamint az amerikai gyártású Bradley harcjárművek és Stryker páncérozott járművek irányítását tanulták. Most az ukrán katonák második csoportja van a kiképzésen. A kiadvány azt is megegyezte, hogy zárt ajtók mögött az amerikai tisztviselők ragaszkodnak ahhoz, hogy Kiev takarékoskodjon a tüzérségi lőszerekkel, de továbbra is az a vélemény uralkodik a tisztviselők között, hogy nem kell megmondani Ukrajnának, hogyan kell harcolni. Maga az ellentámadás már májusban kezdődhet. Kijev még nem döntött a stratégiáról, de két forgatókönyv lehetséges. Az első az, hogy Hersonon keresztül délre haladnak a Krim a második pedig északi helyzetből kelet felé, majd dél felé haladva átvágják az orosz szárazföldi hidat a Krim felé. Az első lehetőség irreális, mondják az amerikai tisztviselők, mert Oroszország a Gnepper folyó keleti partján építette ki a védelmet, Ukrajnának pedig nincs elegendő élő ereje ahhoz, hogy sikeres két éltő hadműveletet indítson ilyen védelmi állások ellen. A tisztviselők szerint a második forgatókönyv a valószínűbb, írja a politikó. Az Egyesült Királyság becslései szerint 2022. májusa óta mintegy 30 ezer orosz katona esett el, vagy sebesült meg Bakhmutban. Egy brit tisztviselő március 15-i Bécsi beszédében azt mondta, az orosz katonai vezetők teljes harci egységeket áldoztak fel, és stratégiai erőforrásokat pazaroltak el kisebb taktikai előnyök érdekében. Közben a Washingtoni Hadtudományi Intézet szerint gyökeres fordulat állhat be a háború legvéresebb hadszínterének számító Bakmutban az ukránok javára. Az orosz támadások száma ugyanis jelentősen csökkent a környéken az elmúlt napokban. Oroszország 2022. február 24-e óta 5000 rakétacsapást, mintegy 3500 légi csapást és csaknem 1100 dróncsapást mért Ukrajna területére. Közölt egy csütörtökön Danilo Kubaj, Ukrajna nemzetközi szervezetek melletti állandó képviseletének első titkára Bécsben. Kubaj véleménye szerint az orosz csapatok katonai érzék nélkül folytatják az értelmetlen pusztítás stratégiáját, amely egész városokat tesz romhalmazzá, és ártatlan civileket ölnek meg. Továbbá hozzátette, hogy a teljes körű invázió kezdete óta az Orosz Föderáció akciói következtében 8231 ukrán civil halt meg, és 13734 megsebesült. A támadások száma Bakhmutban és környékén az elmúlt napokban jelentősen csökkent, közölte a Washingtoni Hat Tudományi Intézet a március 15-én kiadott értékelésében. Az orosz Wagner zsoldos csoport alapítója, Evgeny Prigozin nemrégiben hangsúlyozta, hogy a lőszerhiány miatt a Wagner nehéz helyzetbe került. Az intézet szerint a Bakmutér folytatott harcokban elszenvedett ember, tüzérségi és felszerelés veszteségek valószínűleg korlátozni fogják a Wagner képességét abban, hogy befejezze Bakmut bekerítését. A szakértők úgy vélik, hogy a Wagner offenzíva nem lesz elegendő Bakhmut elfoglalásához. Az orosz erők nem folytatnak aktív vagy sikeres támadó hadműveleteket a hadszíntér más részein, és ahogy a hadműveletek üteme lelassul a front kritikus szektoraiban, az ukrán erőknek valószínűleg megnő a lehetőségük arra, hogy visszavegyék a kezdeményezést, állapította meg a Washingtoni Hadtudományi Intézet. A következő napokban a Nemzetközi Valuta Alap új, négy éves hitelprogramot hirdet Ukrajna számára 15,6 milliárd dollár értékben, a tárgyalások során 14 és 16 milliárd dollár közötti összegről esett szó. Számolt be csütörtökön a The Financial Times brit Az újság a tárgyalásokhoz közel álló forrástól úgy értesült, hogy a program bejelentése elkerülhetetlen és a napokban megtörténik. Mint a kiadvány megjegyezte, az imf nyomás nehezedik, hogy Átfogóbb segédcsomagot nyújtson a 2022. februári teljes körű orosz invázió által gazdaságilag tönkretett Ukrajnának. Az IMF szerden kiadott közleményében megerősítette, hogy a munkatársai és az ukrán hatóságok közötti tárgyalások eredményesek voltak, és nagyon komoly előrelépés történt egy sor olyan kérdésben, amely alátámaszthatja az alap által támogatott programot. A haladás alapján a munkatársak és az ukrán hatóságok arra számítanak, hogy az elkövetkező napokban befejezik a megbeszéléseket, mondta el Vahram Stepanyen, az IMF állandó ukrajnai képviselője. A világbank beslései szerint az ország energetikai infrastruktúrájának több mint felét megsemmisítették az orosz támadások, ami tovább fokozta az ukrán gazdaságot ért csapást. A kezdeti megbeszélések során a hitelnagyságát 14-16 milliárd dollárra becsülték. Korábban az IMF 2,7 milliárd dollár összegű rendkívüli finanszírozást biztosított Ukrajnának, decemberben pedig négy hónapos programot hagyott jóvá az ország számára, amelynek célja a gazdaság megerősítése és az alaptól történő nagy hitel felvételére való felkészítés. Az Ukrán pénzügyminisztérium szerint, amióta Oroszország 2022. februárjában elindította a teljes körű invázióját, Ukrajna több mint 38 milliárd dollár költségvetési támogatást kapott külföldi országoktól, és és nemzetközi pénzintézetektől. Intenzív harcok várhatóak tavasszal és a nyáron Ukrajnában. A nyugati szövetségesek továbbra is minden támogatást meg fognak adni Kijevnek, most a lőszerkészlet feltöltése a legfontosabb, mondta Patrick Ryder, Dandártábornok, a Pentagon szóvívője. Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának sajtófőnöke megjegyezte, Amerika a háború kezdete óta mindent megtesz Ukrajna igényeinek kielégítése érdekében, legyen szó lőszerről, légvédelemről vagy páncélozott járművekről. A Pentagon megerősítette az Egyesült Államok elkötelezettségét Ukrajna mellett. Az USA hadserege közzétette azokat az amerikai drónfelvételeket, amelyek az amerikai hadsereg gépének az orosz repülőgéppel való kontaktját mutatja be. Az amerikai hadsereg videóján csupán az ütközés pillanatát láthatjuk, az előtte és utána történteket nem. A Védelmi Minisztérium álláspontja szerint az orosz SU-27-es ugyan szándékosan közelítette meg, a Washington álláspontja szerint rutin műveletet végrehajtó Reapert, az ütközés azonban nem volt előre kitervelve. Véletlenül ért bele a vadászbombázó függőleges vezérsíkja a drón farkába, mely ennek következtében a tengerbe zuhant. A Pentagon egyik kollégája ugyanakkor odaszúrt egyet Moszkvának, és elmondta, hogy a pilóta új repült, mint egy amatőr. Az USA lényegében napi szinten röpteti a felderítő drónokat a térségben. A drónok rendszerint Romániában szállnak fel, majd a Krimfelszigettől délre köröznek egy darabig a tenger felett, valószínűleg az orosz csapatmozgásokat figyelve. Azt nem lehet tudni, hogy a most lezuhant drón is ezzel a célral repült volna a nemzetközi légtérbe. Továbbra is az Ukrajnának szánt fegyverszállítások kérdése uralja az Európai Parlament plenáris ülését, a baloldali hangok szerint pedig Ukrajna felfegyverzése is győzelme garantálhatja a békét. Annak ellenére azonban, hogy Charles Michel az Európai Tanács elnöke és Ukrajna támogatása mellett tette le a voksát, az unió gazdasági megmentését érintő kérdésekben már éles különbséget mutatkoztak a tanács elnöke és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnökének megközelítésében. Ursula von der Leyen bizottsági elnököt számos kritika érte a parlamentben, ahol pártállástól függetlenül mindenki a határozottabb fellépésre szólította fel az unió gazdaságát védő intézkedések terén. Shell Michel Kínával kapcsolatban úgy véli, hogy a régiók kölcsönösségen alapuló gazdasági és kereskedelmi együttműködése fontos kérdés. A szerdai plenáris ülésen az Európai Tanács elnöke nyitóbeszédében úgy fogalmazott, az EU nem lehet mások döntéseinek játszótere. Egy erős uniót szeretnénk építeni, amelyben a saját sorsunk urai vagyunk. Gazdaságunk, védelmünk és biztonságunk erősítésével a béke és a prosperitás felépítése mellett döntünk. Semmisel a digitalizációt jelölte meg az egyik olyan területnek, ahol az Európai Uniónak jelentős versenyhátránya van. Mint elmondta az Egyesült Államok is Kína uralja a piacot. Az EU-nak pedig fel kell zárkóznia. Az Egyesült Államok helyzetével összehasonlítva a tanács elnöke rámutatott, hogy az Ukrajnai háború kitörése óta az európai gazdaság versenyképessége komoly hátrányt szenvedett. Az Európai Uniónak az Egyesült Államokkal is Kínával folytatott együttműködése kapcsán a tanácselnöke elmondta erős és hűséges szövetségese vagyunk az Egyesült Államoknak. Mint mondta, az együttműködés érinti a gazdasági és biztonságpolitikai kérdéseket is. Azonban hozzátette, Kína valóságos tényező, jelentős szereplő a nemzetközi szintéren. Annak ellenére, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök került az Egyesült Államok infláció csökkentő törvényének kritizálását, a parlamenti frakciók vezetői határozottabb fellépésre szólították fel az európai gazdaság megvédése érdekében. Ezzel szemben Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke úgy kezdte a beszédét, hogy múlt hét pénteken egy nagyon jó megbeszélése volt Joe Biden amerikai elnökkel az USA infláció csökkentő törvényéről. Az európai ipart veszélyeztető szabályozás kapcsán néhány pontban megállapodott a két vezető, mint például az Európában gyártott elektromos autók és akkumulátorok terén. Később azonban a parlamenti frakciók hangsúlyozták, hogy az európai kisvállalkozóknak azonnali segítségre van szükségük, az unió ipargerincét jelentő ágazatoknak pedig hasonló feltételekre, mint amilyeneket az Egyesült Államok is kínál. tisztújító közgyűléseket tartanak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapszervezetei. Stábunk a Beregvidéki Badalón járt, ahol március 15-én a helyi Petőfi Sándor Kulturális Központban gyűltek össze a szövetség tagjai. Nagyon nehéz három éven vagyunk túl, amit először a Covid, majd a háború lehetetlenített el kulturális téren is, mondta Jakab Lajos, az alapszervezet elnöke. Nagyon nehéz három éven vagyunk túl, Először a Covid járvány, utána pedig már több mint egy éve ez a borzalmas háború szabdalta szét a kárpati magyarságot, így a badalói magyarokat is. Ugye nálunk is általános problémák vannak, mint, mint mindenütt, hogy nagyon sokan, több százan nem tartózkodhatnak itthon az ismert okok miatt, de bízunk benne és hazavárunk mindenkit. Előbb-utóbb vége lesz, vége kell, hogy legyen ennek a borzalomnak, és, és nagyon szeretnénk, ha minél hamarabb ez megtörténne. Ami röviden az alapszervezet, tehát mindig is hagyományokkal voltunk telítve, Ugye mindig megemlékezünk Petőfi Sándor születésének az évfordulójáról, 200 éves volt az idején, és 200 éve írta meg Kölcsei Ferenc is, aki innen légvonalban néhány száz méterre, Szatmárcsekén írta meg Nemzeti a himnuszt. A Magyar Kultúra napján is tartottunk megemlékezést, ugye hát március 15-én a mai napon ez soha nem maradhat el. Igyekszünk részt venni a Magyarok Kenyere programja, programjában. Az idén is tíz gazda, közel fél tonna buzát adományozott a közös Dézsába. A mai világban ez nagyon is dicséretreméltó cselekmény. Van olyan taktársunk, aki, aki tíz éve, évek óta Magyarországon van, de, de fontosnak tartja, hogy hogy, hogy adakozzon ebbe a, ebbe a közösbe. És ugye hát megemlékezünk a, a november harmadik vasárnapján az elhurcoltakról, a sztálini lágerekbe elhurcoltakról a Mártirok emlékparkba. A nehézségek ellenére van miről beszámolni, és a közgyűlések jó lehetőséget kínálnak arra, hogy informáljuk és biztassuk a közösséget. Hangsúlyozta Sin József, a KMKZ Beregszászi Járási Szervezetének elnöke. Kedemes meglepetésünkre élénk érdeklődés, és szép számú megjelentek vannak a közülésen is, minden fontos dologba szeretnék meghallgatni, illetve megbeszélni azokat a dolgokat, amelyeket a helyi közösségeket érinti. És nekünk is úgy gondolom, hogy van mibe beszámolni, hisz az elmúlt 34 év során, ha visszaemlékezünk a kis határ forgalom megnyitására, vagy a kárpótlási folyamatra, amelyet a KMKS felvállalt, egészen a napjainkig vannak ilyen akciók vannak, ilyen ami, dolgok, amit a KMKS felvállalt, és sikeresen viszi tovább. Földkérdés az, ami a falu helyen még gyakran fölmerül, vagy a, azok a pályázati lehetőségek, amelyek az EGÁNEDE gazdaságfejlesztési program keretében lettek meghirdetve. Tehát ezekre úgy gondolom, hogy szükség van. Hát természetesen ehheznek a banyolult és szomorú eseménynek a háború kapcsán, tehát igyekezzünk lelket önteni az emberekbe, abba, hogy ne veszítsék el a e, e, hitüket, és ne adják fel olyan könnyen, hisz ma 1848. március 15-én mondhatjuk, hogy Petőfiék egy, sőt két birodalommal is szálltak, akkor nekünk is egy kicsit talán tűrnünk kell, de minden esetre bizalommal is e, bizakodva nézzünk a jövő elébe, amelynek végül is mi is ö, alkotói ö, vagyunk, és hát merjünk kiállni az alkotmányos jogainkért, anyanyelvünkért, oktatásügyünkért és minden fontos dologért, ami, ami szükséges a kárpatai magyarok a, megmaradáshoz. a közgyűlés Jakab Lajost választotta ismét az alapszervezet elnökévé, így három évig megint az ő feladata lesz, hogy olyan kulturális programokat szervezzen, amelyek hozzájárulhatnak a közösség identitásának megőrzéséhez. Fegyér Sándor az Ungári Nemzeti Egyetem professzora, aki a háború kitörése óta az ukrán fegyveres erők kötelékében teljesít szolgálatot. Elhatározta, hogy szerdánként rövid ismeretterjesztő videókkal fog jelentkezni közösségi oldalán, amelyben a Magyarországról, a magyar nyelvről és a magyar kultúráról fog beszélni. Az első videókat Fegyér Sándor a nyelvi illantannal kezdte. Szia! Privit! Viszlát! Poka! Köszönöm! Naj a professzor nemrég tért vissza a frontról, de csak rövid pihenőre, stábunk megkeresésére megosztotta velünk a kezdeményezésével kapcsolatos tudnivalókat. Valamikor októberben elkezdtünk Magyarország történelméről és földrajzáról beszélni a katonáknak a lövészárokban. Az egymás közötti kommunikáció során gyakran használunk magyar szavakat, és a magyarul is beszélő katonákkal sokszor beszélünk magyar nyelven az adóvevőkön. Sokan hallottak már Kárpátolja multikulturális voltáról, de nem mindenki ismeri ennek az okát. Viszont aki mondjuk tudta is, hogy mely országokkal határos Kárpátolja, arról, hogy milyen kulturális és történelmi kapcsolódási pontok vannak a szomszédos nemzetekkel, kiváltképpen a magyarokkal, már nem biztos, hogy tudott. S számos kapcsolódási pont van közöttünk, kezdve Bölcseroszláv lányaitól egészen a tudományos, irodalmi és kulturális aspektusokig. A fiúk azt mondták nekem, Fedor Fedorovics, nem tudna nekünk mesélni erről. Elkezdtem beszélni nekik, mire azt mondták, vegye fel ezeket videóra, mert így csak mi hallunk erről öntől, pedig sokan nem tudnak erről semmit. Látszólag alapvető dolgok, hetedik osztályos földrajz, de elhatároztam, fel fogom venni, hogy segítsek az alapvető dolgok elsajátításában. A projekt a háború végére is felkészít, mondta Fegyér Sándor. A háború után el kell majd valahova utaznunk, bizonyára a szomszédokhoz fogunk menni, Magyarország közeli szomszéd, ahol termálfürdők, gyönyörű építészet és történelem és nagyon finom ételek is vannak. Ez utóbbiakat a fronton is elkészítjük, tehát magyar történelem, kultúra, földrajz és néhány alapvető kifejezés, mint a nem jó, a köszönöm és a barátság. A professzor elmondta a projektel, az is a célja, hogy ellenálljon a sokszor pont a közösségi oldalakon mesterségesen generált nemzetek közötti feszültségnek. A tervek szerint a professzor minimum 50 videót szeretne elkészíteni. No, uh, mizlóvász... Akár a végtelenségig is lehetne folytatni, hiszen nagyon sok az információ. Nem szabtam korlátot csak a történelem vagy a földrajz témájában. Van benne turizmus és még sok minden más. Úgy gondolom, hogy több mint 50 rész lesz, hiszen egy évben minimum 52 szerda van. így Jövő évig biztos lesznek videók. Úgy gondolom, hogy ez a magyarok számára is érdekes lesz, hogy miként mondunk ki magyar szavakat, és mit beszélnek rólunk. Érdekes lesz azt is látni, hogy mit fognak írni kommentbe. Eddig több köszönet is érkezett már Magyarországról. A Fegyir Sándor által rögzített felvételeket a bajtársai vágják össze. A professzor minden videóját pozitívan jó kívánsággal zárja. és nem lesz ellenség a földön. Ezzel a címmel nyílt katonai tárgyakból rendezett kiállítás és árverés Ungváron a Lehocki Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeumban. A bemutatott alkotások kivitelezői, a Kárpátaljai Művészeti Akadémia tanárai, diákjai, akik a megszállók elleni harcban használt ukrán fegyverek maradványait műtárgyakká alakították. A rendezvényt egy harkivi civil szervezet kezdeményezte, amely az eladásból származó bevételt a az ukrán fegyveres erők szükségletére fordítja. A művek megvásárolhatók a civil szervezet online aukcióján. Fő célunk, hogy felhívjuk az emberek figyelmét az Ukrajnában zajló eseményekre. Katonai tárgyakból rendeztünk kiállítást, azaz úgy döntöttünk, hogy a trófeákat úgy hagyjuk, ahogy vannak. Ezek a dolgok Oroszországhoz tartoztak. Az ukrán hadsereg által hátra fegyverekből pedig műtárgyakat készítünk. Közvetlenül a kiállítás megnyitója után online árverést indítunk. A kiállítási tárgyakat fokozatosan értékesítjük a civil szervezetünk honlapján. <tosz> Vasil Timko fémműves egy felrobbant lövedékből a háború mindennapjait szimbolizáló műtárgyat készített. A a a kiállításon bemutatott mű címe szétszakadt remény. Hogy miért? Mert mindannyiunk élete drámaja megváltozott a háború kezdete óta. Nagyon sokan elestek a harcokban, köztük rokonok és barátok. Meghaltak és sokan közülük posztumusz ukrajna hősei lettek. Ezt az alkotást nekik ajánljuk. De a legfőbb reményünk az, hogy győzni fogunk, és biztosak vagyunk benne, hogy ez valóra válik. Simona Borka képzőművész olajfestékekkel festette ki a lövedékeket, így adva szimbolikus értelmet az alkotásainak. Persze nevezve a Az első mű címe Gondolatok ezrei. Mindannyiunk élményeiről szól, arról, hogy mit éreztünk, amikor a háború elkezdődött. Ezek azok a kérdések, amelyeket mindannyian feltettünk, átéltünk, és amelyek elgondolkoztattak. A második mű, amelynek a címe a saját földemen inkább romantikus jellegű. Az ilyen rendezvények azért fontosak, mert mi művészek ilyen módon csatlakozhatunk és hozzájárulhatunk a fegyveres erők szükségletének fedezésére szolgáló adománygyűjtéshez. A kiállítás halált hozó tárgyakat mutat be, de azáltal, hogy ezek művészi értéket kapnak, műtárgyaként hasznot hozhatnak. Véli a művészet történész. Azt láthatjuk, hogy a háborút képviselő tárgyak átalakulnak olyan tárgyakká, amelyek valami jót hozhatnak. Mert látjuk, hogy az emberi kéz érintése elég ahhoz, hogy új életet adjon nekik. Ezért fontos ez a kiállítás. Először is azt mutatja be, hogy az emberség mindenek felett áll. És a kultúra mindig ott van, ahol emberség van, nem pedig ott, ahol az erő és a fegyverek. Másodszor a kiállítás megmutatja, hogy itt két művészeti akadémia van jelen, a legkeletibb, a harkivi és a legnyugatibb, a kárpát. Aljai, és az erő az egységben van. Mert ha képesek vagyunk látni egymást és segíteni egymásnak, az meghozza az eredményt. Úgy gondolom, hogy ez az eredmény megtapasztalható ezen a kiállításon. A kiállítást Harkív megye elpusztult vagy megrongálódott, építészeti emlékeit bemutató tájékoztató plakátok egészítik ki. Az alkotások március 17-ig tekinthetők meg a Kárpátaljai Honismereti Múzeumban.